Sziasztok! Üdvözlet egy F-15C pilóta fülkőjéből. Átveszik gyorsan, hogy is kell kezelni az alapokat ennél a repülőgépnél. Először is zárjuk be a pilóta fülkét. Bal Ctrl C gomb. Ha ez megtörtént, a jobb Shift és L, mint László gombokkal bekapcsolhatjuk az elektronikus rendszereket. Egyből látszik is, itt előttünk navigáció, HUD, a HUD-on a navigációs üzemmódban az alap beállítások vannak. Menjük át gyorsan, hogy mi hol található, és mi hol keresendő. Ez itt előttünk, ez a HUD, Heads Up Display, ez a radar, itt lehet majd keresgélni az ellenfeleket. Ez az RVR, vagy a Radar Warning Receiver. Itt láthatjuk, hogy ki az, aki éppen sugároz, bárhonnan, bárhova, az itt feltűnik majd. Itt látható, hogy éppen milyen fegyverek vannak a repülőre szerelve. Menjünk is itt végig gyorsan mindenen. Ez sebességmérő, alatta Angle of Attack, vagyis a támadási szög. Hogy mennyire gyorsul, miközben őre vagy hátra vagy föl és le húzzuk a repülőt, tehát a angle of acceleration limit, igen. Tehát a lényeg az, hogy mennyire húztuk éppen meg a repülőt és mennyire feszül neki. Ez az ADI, avagy Attitude Director Indicator. Ez mutatja, hogy éppen milyen szögben áll a földhöz képest a repülőnk. Ez a HSI, vagy a Heading Status Indicator. Ő mutatja, hogy éppen merre repül a repülő. Merre repül a repülő. Ez egy magasságmérő. Süllyedés vagy emelkedésmérő. Ez egy óra. Itt látható, az alsó az, hogy mennyire... A felsőt tudom, hogy ez mutatja, hogy mennyit fogyaszt éppen a repülő. Font per órában. Ja igen, minden, az F-15-ön minden az Imperial, vagyis amerikai mértékegységben van megadva. Tehát láb, font, nem tudom, inch, minden, ami olyan, az minden. Tengeri mérföld például, meg ilyesmi. Jó. Itt a fogyasztás, ugye a fuel flow, hogy mennyi üzemanyagot fogyasztunk. Milyen hőmérsékletűek a motorok, ugye jobb és bal. Milyen fordulatszámmal működnek éppen a motorok. Utána jobbra hidraulika, olajnyomás, és ennyi. Felső három a hidraulika, az alsó az meg az olajnyomás. Az util, az a középső, az az... Azt mondom, hogy az tartalék, vagy valami hasonló. Jó, Master Warning Panel, vagy Master Caution Panel. Itt látható majd, hogy éppen mi baja van a repülőnknek. Jelen pillanatban azt mondja, hogy a jobb és bal generátorok nem működnek, illetve a hidraulikában nincs elég kakaó. Tehát nincsen hidraulikánk. Üzemanyag mennyisége. Ezt lehet majd tekergetni. És meg is mondom, hogy melyik billentyűvel. A bal shift D billentyűvel, illetve a bal alt bal control D-vel lehet tesztelni. Bal alt bal control D. Ilyenkor beállítja középre 6000 font, és megnézi, hogy az annyit mutat-e. Jó. Üzemanyagnál belső szárnyakban tank 1, külső szárnyak, és az, ami a gép hasa alatt van.
mennyi van benne, ott mutatja. Ugye az alsó kis számok a total LBS alatt jobb és bal, ez mindig különböző számokat mutat, ugye ahol csak egy van, ez a középső tartály, az a balként mutatja. Tehát azért mutatja csak azt, hogy a bal, mert ott számolja. 4100 extra fontnyi üzemanyagunk van. Jó, alapvetően ilyenek még, hogy az a piros... Nincs egerem mi? Nincs. Az a piros karocska, az a keréknek a föl és lekapcsolója. És a fehér három darab, hát kéken, nem kéken, hülyeségeket beszélek, zölden világító lámpa, az meg az, hogy éppen ki van-e nyitva, vagy be van-e húzva. Jó. A repülőt ugyanúgy indítjuk, mint a Sukhoit, vagy mint az összes többi ilyen Flaming Cliffs repülőt. Jobb kontroll és home, vagy bal kontroll és home, hogyha egyesével szeretnék indítani, vagy minden, vagy shift, jobb shift és home. Nekem be van kötve egy a joystickomra ez a két dolog, úgyhogy én most ennél fogom indítani. Ugyanúgy, ahogy a Sukhoinál is, a sima L billentyű megnyomása a belső világi kabinvilágítást kapcsolja be vagy ki, illetve a Ctrl L és az Alt L, ugyanúgy, ahogy a Sukhoinál, a helyzetjelzőket, illetve a... Ezt most itt pont nem látszik, bár hogyha kikapcsolom, talán észrevenni. De, lehet látni. Az Alt-L ugye két állású, az egyik a landoló fények, a másik a taxi fények. Most nem látszik, mert nem látszik, mert nappal van, de kettőt megnyomom, egyszer megnyomom, akkor ki bekapcsol, másodszor megnyomom, akkor átmegy landolóba, és utána megint lekapcsolja. Tehát ez bal Ctrl-L és bal Alt-L. Jó. A másik motort is beindítjuk. Pillanatra még meg kell néznem valamit. Igen, jó. Az egyes gomb megnyomásával kijöhetünk ebből az alap üzemmódból. Most ugyan egyesre váltott a navigáció, de nem ugyanott van. Tehát az egyes gomb nyomogatásával ez az jobb alsó sarokban látható nav 1. Az az első waypoint, az N mellett a szám az, hogy milyen távol van, az idő, pedig a min, a perc, minutes, az, hogy mennyi idő múlva fogunk körülbelül odaérni. Jó, tehát a bal alsó, jobb alsó sarokban látható ez az ILSN, ez a legközelebbi repülőtérnek a távolsága és mennyi idő alatt érünk oda. Ezt egyébként ott látszik is. Ha nézzük, a felső csíkon, ugye a 21-22-23-nál látszik, hogy van egy vonal, egy vízszint, egy függőleges vonal, ami változik, ahogy változtatom a következő repülőtérre a kijelölést, hogy én szeretnék oda menni. No, de állítsuk vissza megint egyessel az első navigációs pontra, ahol szintén látszik majd egy ilyen kis fehér, illetve egy kis függőleges csík, abba az irányba, amerre ez van. Jó, adjunk neki kis kakaót. Szintén F-fel lehet a flapeket beállítani. És hát, mint látszik, normális esetben a Z, Y és X a két pedál irányítója. Normális esetben nem nagyon fordul a repülő. Tehát eléggé kell ki kéne számolni, hogy ez hogy forduljon. Van ennél egy egyszerűbb mód, a nose wheel steering, vagy az első kerék kormányzásának a bekapcsolásához megnyomhatjuk az S billentyűt, és akkor már is szépen sokkal, de sokkal szebben fordul a gép. És sokkal gyorsabban reagál. És megint kikapcsoltam, most visszakapcsoltam. Erre akkor érdemes figyelni, amikor felszállásnál például elfelejtjük kikapcsolni.
Ez azért fontos, mert ha a felszállásnál éppen rossz irányba néz az első kerék, akkor eléggé valószínű, hogy el fogunk szaladni valamelyik irányba a repülővel, amikor megpróbálunk felszállni. No. Az ilyen formaságoktól most eltekintek, hogy bejelentkezni ATC-nek, mert egyrészt ez Nevada map, ahol nem mindig tud az ATC válaszolni, mert nem tudom, tele van a szájuk fánkkal. Másrészt meg engem most ez úgy sem érdekel. És látható is, fönt a tetején a hádnak a 04-es mellett. Jó. 04-es mellett ott látható az a kis függőleges csík. Jó. Megvárom. Jó, tehát a 04-es mellett látható ott az az 1-es waypointnak az iránya. Az a kis függőleges csík. A kis nyilacska, illetve a célkereszt, ami fönt van, az is a navigációhoz tartozik, és mindig elfelejtem, hogy mit csinálnak, de alapvetően nem olyan nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy az nagyjából a magasságot próbálja meg belőni, de nem emlékszem pontosan. Jó, most mivel ugye az utolsó nagyjából mozgási koordinátáink alapján próbálja meg kiszámolni, hogy mennyi időt érünk oda, ezért 57 percet ír. Hát, hogyha így egy helyben állunk, akkor elég lassú lesz, az még 57 percnél is tovább tart, viszont 13 mérföldre van. Jó, az F-15 mint olyan sugárhajtású, és lehet is adni neki rendesen, amikor felszállunk. És ugye ilyenkor mondtam, hogy ha egyrészt elfelejtjük kikapcsolni, akkor nagyon-nagyon érzékeny lesz jobbra-balra mozgásra. Tehát, hogyha nose wheel steeringet S billentyűvel elfelejtjük kikapcsolni, akkor egyrészt nagyon érzékeny lesz mozgásra. Másrészt meg, hogyha elfelejtjük kikapcsolni, vagy elfelejtjük bekapcsolni, vagy rossz helyre raktuk éppen, amikor megpróbálunk felszállni, akkor bizony előfordulhat, és G billentyűvel behúzzuk a... El is tűntek a lámpák, amikről előbb beszéltem. Behúzzuk a kerekeket, a flapeket F billentyűvel felállítjuk teljesen vízszintes módba. Azt itt látható. Mindjárt le is lassítok egy picit. Hogy nyitva vannak-e a flapek, vagy nincsenek. Most hallatszik is, hogy kinyílik. Ott a flap sárga, ha éppen mozgásban van, és a flap fehér, hogyha éppen nincsen. Most visszahúztam őket. És... eltűnik a fehéren világító flap felirat, az azt jelenti, hogy már nincs kiengedve. Viszont a fékemet kiengedtem, hogy le tudjak lassítani, olyan lassúra, hogy kinyissa a flapeket, ugyanis ez egy bizonyos idő után automatikusan behúzza a flapeket. Tehát, hogyha véletlenül el is felejtkeznénk róla, ő be fogja húzni magától, egészen addig a pontig, amíg olyan lassú nem lesz, hogy szükség van rájuk. Tehát, illetve azt hiszi, hogy vagy landolni fogunk, vagy valami ilyesmi. No. Ott látható is, tehát ugye a kis nyilacska az mutatja, hogy mi nagyjából merre megyünk, és hát ez a fordított V alakú kis akármi az mutatja, hogy nagyjából merre megyünk, és a V függőleges vonal az, amerre van az első waypointunk, amit 0 perc múlva el is érünk, ugyanis 1,6 mérföldre vagyunk, az nem is sok. Jó, menjünk végig a HUD-on gyorsan. Ugye a jobb alsó sarkot kibeszéltük. A bal alsó sarokban lesz egy csomó minden majd. Itt most a 1090 íródik ki. Ez alapvetően annak a számszerű kijelzése, hogy milyen sebességgel, vagy milyen szögben emelkedünk, vagy csökkenünk éppen a normálishoz képest. Tehát, hogyha
elengedem a botkormányt, akkor visszaáll 10-re. Az a standard. Na most ugye ez nem feltétlenül a... hát ez a gémérő gyakorlatilag. Látható, hogy felrohant 6-osra a gémérő. És elkezdett lihegni a pilótánk is. Jó, a két oldalsó számsor, az egyik sebesség, most adok neki egy kis kakaót, 340, 50, 60, olyan 700-800-nál elkezd rászkódni a gép. A másik pedig jobb oldal, tehát ugye a bal oldal a sebesség, a jobb oldal pedig a magasságunk. Ez lábban értendő, nem méterben. Nagyon fontos. Ezek mindig lábban beszélnek mindenről. Lábatlankodnak. Jó, azt mondom, hogy keresünk egy repteret, és itt látható, hogy 66 mérföldre van az egyik, a másik 32 mérföld, 21, 45. Menjünk a legközelebbihez, ez a 22 mérföld. 2 percre van, azt mondja. Milyen meglepő. Szerintem minden jöttünk. De persze ez nem biztos. Abban az irányban, igen, onnan szálltunk fel az alatt, így van. 700. Még egy kicsit döntök neki, akkor lesz itt 800 is. Ho-ho-ho! Ha csak el nem bóbiskol. Ez a hang, amit hallunk, ez az, ami az oroszoknál, ugye ez a... Pirivigyivná bor, ami arról figyelmeztet, hogy vigyázzat, bele fogunk csapódni a földbe, ha ezt így tovább folytatjuk. De nem csapódtunk bele semmibe, hál' Istennek. Nagyon labilissá kezd válni, hogyha hirtelen mozdulatokat végzünk, főleg pedállal. Eléggé, hát ez egy vadász, és mint olyan picit könnyű, nem egy lomha, mint mondjuk egy Su-25 vagy egy A-10, fürge. Tehát így most amennyivel krúzolok viszonylag, itt látható is egyébként, hogy 670-es a hőmérséklet a motoroknak, 3800-at fogyaszt, 3900-at. Ha én ezt most föltolom teljesen, hát ez simán megugrik 52000-re, 53000-re. Tehát nyugodtan lehet figyelni arra, hogy mennyi üzemanyagunk van. No. Tegyük fel, hogy elfogyott az üzemanyagunk, mint ahogy el is fogyott nekem. Az üzemanyagot és bármi mást is a Ctrl W-vel lehet lenyomni, ledobni. De csak akkor, ha az ember vízszintesen repül. Puk. Hopp. Na, megyünk egy kört, mert ezt elnéztem, illetve elbeszélgettem. Tehát a Ctrl W lenyomásával, hogyha vízszintesen megyünk, le lehet dobni a dolgokat. Itt ez úgy néz ki, hogy először a belső tartályt dobja le, aztán a külsőket, azt hiszem. De lehet, hogy fordítva. Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy először a belsőt és utána a külsőket. Mind a kettőre egyébként lehet beállítani külön gombokat, tehát hogyha akarom, csak a középsőt dobom le, ha szeretném, akkor csak a külsőket. Flapeket kinyitottam. ILS landinghez kész vagyok. Kerekeket kinyitottam. Leszállni olyan 150-200 között. Arra kell figyelni, hogy nagyon laposan szálljunk le. Különben ez lesz, mint most nálam, hogy irtozatosan nagy sebességgel jöttem be, és kicsit ferdén is.
És hát kis mázlival nem törtem össze a kerekeket. Le is fékezünk. Itt nincs fékezőernyő, viszont a W-vel lehet fékezni, ami viszonylag erőteljesen megállítja a repülőt. Ugye az törzsfék is. Törzsféke is van neki, amit azt hiszem, hogy a B, de mindjárt megnézem. Igen, B. B betűvel lehet előcsalogatni. És... azt hiszem, hogy az F-15C navigáció... ugye a waypointok között itt is a left con- a bal control nullával válogatunk. Körülbelül ennyi. Azt hiszem, hogy másra nincs igazából szükség. Sziasztok!